A magyar kormány a kötelező kvóta, a Helsinki Bizottság az országos válsághelyzet okának 10 éves titkosítása ellen tiltakozik. Vendégünk Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság, és Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ munkatársa. Miközben a bizottság kötelező kvótáról beszél, továbbra is ismeretlen az oka annak, hogy miért kellett elrendelni a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az egész országra kiterjedően. Egyhamar nem is fogjuk megtudni, mert az okot 10 évre titkosították. Vendégünk Léderer András, a Helsinki Bizottság, és Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ munkatársa igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét, csókolom! Ugye egy speciális jogrendről van szó, tavaly szeptember óta egy nagyobb menekültügyi csomag részeként. Van, aki azt mondja, hogy a potenciális válsághelyzet már elég, van, aki szerint a konkrét válsághelyzet kell. Tehát az, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján több, mint valószínű, hogy akár erőszakosan tömegek megindulnak, az nem elég arra, hogy ezt bevezessék. Mit gondolnak önök erről? Átadom azt, hogy a Helsinki Bizottság volt, aki felvetette ezt a témát a saját írásában. És mi nem csak most vetettük fel ezt a témát, hanem szeretnék arra visszautalni, hogy november végén már jeleztük, akkor ugye már érvényben volt ez a válsághelyzet, nem az egész országra kiterjedően, hanem több megyére kiterjedően, és azt annak idején arra hivatkozva vezette be a kormány, hogy a tranzitzónákban megnőttek az igénylések, illetve hát a határátlépések száma is elérte azt a tömeget, amiben egyébként, és ez fontos hangsúlyozni, a kormány saját maga által szabott keretek. Egészen konkrét kereteket szabott. Igen, ezeknek valóban megfelelt. Akkor, amikor ezt bevezették néhány megyére, még tavaly ősszel. November végén jeleztük, hogy egyébként már nem állnak fenn ezek a feltételek. A kormány mégis egészen március elejéig várt azzal, hogy ezt a korábbi válsághelyzetet visszavonja, és ugyanazzal a lendülettel kiterjessze az egész országra. És akkor így jön a jogászkodás, hogy a kormány természetesen nem szeretett volna statisztikai adatokra hivatkozni, amikből egyértelműen látszik, hogy ez nem igaz, hanem a törvénynek egy olyan pontjára hivatkozva vezették ezt be, miszerint közvetlen veszély fenyeget magyar települést, akár közrendit, vagy közrendi értelemben, közbiztonsági értelemben, vagy járványügyi értelemben. Ha már jogászkodunk, bocsásson meg, akkor ugye vannak konkrét paragrafusok, konkrét feltételek, vannak konkrét kondíciók. Nem inflálja-e a kormány saját jogszabályát azt, hogy maga más helyzetre szabva használ egy olyan paragrafust, aminek nem felel meg az adott helyzet? Szerintem megfelel, de nem akarok kitérni a kérdésről, félre ne értse. Magát a vitál kicsit, vagy amiről beszélünk, kicsit szélesebb kontextusba helyezve, én picit szürreálisnak érzem ezt az egészet. Tehát amikor, és onnan rátérek mindjárt a tárgyra, amikor Párizsban, Brüsszelben terrorakciók történnek, amikor láthatóan és bizonyítottan ezen terrorakciók elkövetésében jelentéken részt vállaltak. Vagy azok, akik a mostani migrációs hullámmal érkeztek be, vagy olyan személyek, akik másod-harmadik generációs migrációs háttérrel rendelkeznek. Érkeztek vissza, bocsánat, és ezek a személyek átjáró, igen, pontosan, átjáróházként használják Európát, a iszlám állam különböző kiképző központjai és nyugat-európai városok között, akkor és ennek következményeként Franciaországban rendkívüli állapot van kihirdetve, Belgiumban egy nagyon fokozott terrorkészültség, akkor én kicsit szürreálisnak érzem azt a vitát, hogy pontosan milyen jogalap alapján tagadta meg az ORFK, illetve a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal ennek a rendelkezés meghozatalának az indokát. De rátérve a kérdésére, a menekültügyi eljárásról szóló törvénynek a 80 per nagy a paragrafusa szabályozza ezt a helyzetet, és ott van egy nagyon jó értelemben vett gumiszabály szerintem, ami valóban azt írja elő, hogy bármilyen migrációval összefüggő olyan helyzet kialakulása esetén, amely magyarországi települések közrendjét, közbiztonságát veszélyezteti. Közvetlenül veszélyezteti. Nem, igen, de nem arról van szó, hogy egy bekövetkezett. Bocsáss meg, nem arról van szó, ez egy nagyon lényeges különbség, amin ön most próbál átsiklani. Ugyanis arról van szó, hogy arról beszél a kormány. Elnézést csak, hogy tudom, hogy nincsen erre sajnos egy óránk, hogy erről vitatkozunk, és itt egy nagyon fontos dolgot kellene, én is, csak nem a tévénézők előtt fogjuk tudni ezt, azt hiszem, lefolytatni. Nagyon fontos különbség az, hogy én most itt megpróbálja
Párizs-Brüsszelt összemosni azzal, hogy van egy nagyon-nagyon világos magyar jogi szabályozás, arra ami vonatkozóan, hogy ezt mikor lehet bevezetni. Így van, és az, hogy Párizsban és Brüsszelben milyen cselekmények történnek, annak semmilyen köze nincsen ahhoz, hogy a magyar kormány március 9-én milyen válsághelyzetet rendel bevezetni. Politikai értelemben természetesen szerintem van köze, hiszen a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Uh-huh. Amúgy az állampolgárok hétköznapi életére szerintem különösebb kihatással nincs. A legfontosabb pontja az az, hogy az államhatár védelmében a magyar honvédség kiegészítő, kisegítő jelleggel a rendőrség segítségére lehet. Ez a legfontosabb pontja, tehát a határvédelmet erősít. De hogy a kérdésre vagy a felvetésre válaszoljak. Tessék? Fejezze be, aztán csak annyi, hogy a visszatérve jogalaphoz, hogy egyrészt ez a felhatalmazása, mert a menekültügyi eljárásról szóló törvény 80 per nagy aparatusának első bekezdés C pontja hatalmazza fel a kormányt erre saját hatáskörben, úgyhogy az ORFK és a BÁK vezetőinek jelzésére a belügyminiszter terjeszti ezt a kormány elé, és a kormány rendeli el ezt a tömegbevándorlás okozta válsághelyzetet. Az pedig, hogy az erre szolgáló adatot vagy információt nem adja ki az ORFK vagy a BÁK, én nem ismerem természetesen a pontos okát, de a törvényi alapját, a törvényi az, hogy milyen esetlegesen minősített adat áll mögött, azt nem tudom, nem is tudhatom nyilván. Az, hogy a törvényi alapja ennek úgy az információszabadságról szóló törvényben, mind a minősített adatról szóló törvényben megvan, azt tudom, hiszen nyilvánvalóan ez egy ilyen döntés, egy ilyen irat, az vagy döntés előkészítő adatnak minősül, ami 10 évre titkosítható, vagy pedig egy korlátozott terjesztésű iratnak a minősített adatok vagy írományok közül, ami szintén 10 évre titkosított. Tehát mind a jogalapja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetnek megvan, mind pedig annak, hogy megtagadták ezeket az információknak a kiadását. Egy utolsó mondat. Itt elhangzott az ön felvezetőjében is, és Léder András írásában is van egy olyan pont, ami szerintem nem helytálló, hogy korrekcióra szorul. Nagyon fontos ezt rögzíteni, hogy vannak az alaptörvényben a korábbi alkotmányhoz hasonlóan rögzített különleges jogrendek. Ezek az egész alkotmányos normális rendhez viszonyítva speciális szabályokként viszonyulnak. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet nem különleges jogrend. Jó, értem. Akkor most reagálnék azokra az állításokra, amiket ön megfogalmazott, mert itt az a probléma, hogy azt hiszem, hogy ön keveri a szezont a fazonnal. Tehát beszél arról, hogy politikailag mennyire érthető, én is azt gondolom, hogy ez egy politikai kommunikációs taktika. A probléma pont ezzel van. Ugyanis az egy valótlan állítás, amit ön megfogalmazott, miszerint a válsághelyzet az egyébként nem érinti az állampolgárok hétköznapjait, ugyanis igenis érintheti, és itt a nagyon komoly probléma, amiért nem tudjuk, hogy milyen okra hivatkozva vezették ezt be, ugyanis a törvény azt mondja, hogy például a hadsereg akkor vehet át bizonyos, illetve csatlakozhat be bizonyos rendőrségi lépésekbe, igazoltatás, vagy egyébként járványügyi helyzetre való tekintettel magánlakásokba való belépés. Ez a rendőrségnek a hatásköre, ezt szeretném befejezni a mondatot, mert nagyon szeretném, hogyha nem szakítana félbe, mert ez egy nagyon fontos kritikus kérdés. Ezeket csak akkor teheti meg a törvény értelmében, amit a kormány alkotott, hogyha ezzel a kiváltó okot kívánja megszüntetni. Ha nem tudjuk, hogy mi a kiváltó ok, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy egy-egy ilyen lépés, például az, hogyha mondjuk önt holnap reggel itt az ATV épülete előtt fegyveres katonák igazoltatják, ez egyébként egy teljesen jogszerű, a válság megszüntetésére tett intézkedés, vagy egyébként ez egy túlkapás, ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy itt igenis arról van szó, és én ezért nevezem ezt egy különleges jogrendnek, mert olyan jogosítványokat ad meg a hatóságoknak, és egyébként a kormánynak, és akkor itt utalnék arra, hogy nem kell közbeszerzést lefolytatni semmilyen menekültüggyel, bármilyen szinten is kapcsolatba hozható ügyben, utalnék mondjuk arra, hogy szeretnék kivilágítani a kerítést például, ez feltehetőleg egy jelentős összegű, ez menekültügyi beszerzésekre is vonatkozik. Ami nemzetbiztonsággal összefügg. Tehát azt gondolom, hogy itt az, hogy a kormány erre nem hajlandó világosan válaszolni, hogy melyik magyar település milyen okból van közvetlen veszélyben. Én azt gondolom, hogy egyébként remélhetőleg nincsen lehet ilyen, ennek csak olyan nem válaszolnak. Oka. Siffer András maga mondta, egy részén, hogy mivel nem része a ennek nincsen egy részén, nemzetbiztonsági átvilágítása, ő nem tudhatja. Valóban, én sem tudhatom. Az a kérdés, hogy akkor miért nem mondja azt a kormány, hogy olyan események következtek be,
ugye ez bekövetkezett eseményekre vonatkozó szabályozás, még egyszer, amiket valamiért el szeretnénk titkolni a magyar állampolgárok elől. És ez különös megvilágításba helyezi az egészet, és valóban fontos beszélni a szélesebb kontextusról, az, hogy közben zajlik ebben az országban egy párhuzamos vita a terrorvészhelyzet bevezetéséről, ami nagyon-nagyon komoly alkotmánymódosítással is és járna. És nagyon jelentős, és nem lesz rá időnk. Igen, úgy, csak hogy ez arra, az, hogy ebben az esetben, viszem, ez nagyon fontos, csak hogyha ezzel együtt vizsgáljuk, azt, hogy a bevezetés, be is fejezem, hogyha megnézzük azt, hogy egy jóval puhább, jogkorlátozó intézkedés esetén a kormány nem hajlandó elmondani, hogy mégis mi a jog alapja annak, hogy ezt csinálja, akkor egy sokkal szélesebb körű felhatalmazást szeretnénk ennek a kormánynak megadni. Amit Kidőr András említett, felhatalmazás, amit a rendőrséget illeti, és kisegítő jelleg lén alapon a honvédséget, azokra a rendőrség jelenleg is fel van hatalmazva. Nyilvánvalóan senki nem gondolja komolyan, hogy például tömegrendezvénynél ne lehetne útlezárásokat alkalmazni, hogy fokozott ellenőrzést ne lehetne most is elrendelni. Ezeket a passzusokat járványügyi intézkedések kisegítése céljából hozza meg a törvényt, illetve teszi lehetővé. A nemzetbiztonsági oldalára kitérve, a törvénynek megfelelően az tömeges bevándorlások okozta válsághelyzet elrendelése után volt Nemzetbiztonsági Bizottsági Ülés, ahol az ellenzéki pártok képviselői is azt támasztották alá, az LMP is teljes mértékben, az MSZP is azt kifogásolta csak, hogy az egész, miért az egész országra kiterjedően van, de azt, hogy a tömeges bevándorlások okozta válsághelyzet elrendelésnek jogi alapja valós, azt a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai is elismerték. Ezzel kapcsolatban már más mondanak, és én azt gondolom, hogy egy alapjogokért központ elnevezésű szervezet esetében számomra meglepő, hogy hajlandó így. Ez az a pillanat, hogy a Helsinki Bizottság semmi nem Helsinkiben van. Kénytelenek vagyunk ezt adásidőn kívül folytatni, de önök azokkal, akikkel a terrorveszély helyzet ügyéről és intézményéről szeretnék egy kicsit hosszabban legközelebb beszélgetni. Köszönöm az intenzív vitát. Köszönjük a lehetőséget.